földben így a nyers tojás. Tehát, hogyha megpörgetem a tojást, nem tudom, akkor, és megállítom egy pillanatra, akkor, ha nem ennyire, akkor ezt tovább pörög, ha ezt is megpörgetem, és megállítom, akkor az nem pörög tovább, az megállt utána. Tehát a fő, ugye ez azért van, mert ha megpörgetem a folyadéknak a tehetetlensége folytán, akkor megállítom, és ugye újra forgásba hozza a tojás híjat, míg a másiknál erről nem lehet beszélni, mert szilárd a tojás. Tehát ha minden jól megy, akkor ez a főtt tojás. És akkor ugye ez a klasszikus feladat, hogy mi történik akkor, jó, valaki meg pucolja ezt. Most kiderül, hogy valami főzte el a tojást. Igen. Azt is megnézzük, hogy van-e zöld. Azt majd a végén csak. De most még egybe kellene lehetőség szerint. Arra, ugye az a lehet, nem tudom, mert ugye a házi asszonyoknak még azt mondta, szerintem ugye a tojás pucolások kapcsolatban nehézség, hogy a lágyhéj az hogy jön le, meg hogy nem, és akkor van, hogy lepucoljuk a fél fehérje részét. Ja, erre van valami a sós tűzben, nem? Ez a nem, amikor, na, amikor jól lehűtöd, nem akkor jön le? Igen. Hirtelen idegen. Igen. Volt, hogy a... Hát egy kis hiba történt itt. Nem baj, csak mérjük hozzá, hogy ez... Egy csemmel? Nem, nem is a mérjük. Mert akkor utána ez nagy más. Ez. Ez jó lesz. Jó, oké. Okay. Jöjjük. Na, és akkor, hogyha ez így rendben van, akkor... Akkor most belebűvöljük a tojást egybe ebbe a lombikba, ha minden jól megy. Valaki segítséget kérek szépen. A feladat a következő, hogy megnyitjuk ezt a papírt, és beleejtjük ide a... Az még nem hiszem, hogy nem fog belemenni. A lombikba. Tehát, hogy a lombikba égjen a papír, és talán rárakjuk a tojást a lombik tetejére. Szépen belemint a... Jó. Tehát a tojás, mert ugye itt is tulajdonképpen az a lényeg a dolognak, hogy elégetjük a papírt, most az égés ugye hőfejlődéssel jár, tehát gyakorlatilag, amikor ég a papír, akkor igazából gázok távoznak a lombikból, rárakjuk a lombikot, miután itt a lombik belsőjében csökken a nyomás, a külső nyomás beletolja a tojást a lombikba, és most jön az érdekessége a feladatnak, hogy szedjük ki. Igen. És melegítjük, ami fejjel
lefelé. Igen. Tehát melegítünk főzőpohárba vizet, fejjel lefelé pikka ezt. Egy úgy legyen, hogy megtöltjük szintén papírra, nem gyújtjuk és de hogyha az üveget kintőzünk, mert akkor a... Igen, mert azért azt nem biztos, hogy meg tudod csinálni.